Üdvözlök ismétán mindenkit. Ismétán hallható vagyok. Itten. Mondom, hogy... Vagy nem is. Nem kell semmilyen tévét nézni. Egyszerűen az ördögnek a műve. És egyszerűen az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy ne haladjak előrébb. Lehet, hogy nem manipulál az ördög, a hatalmi szervek, de a körülöttem lévőket. Jócskán! Hogy olyan rossz vételeket vettem mostanában egy pár évvel ezelőtt, aminek semmi nagy értelme nem volt. Jobban lassít az agyat, és az agya együtt a szervezetet is károsítja. Hallanák, hogy is hívják, csak a gázturbina volt. Látni itt azt a tájat. Lehet edzni a szemeket. Rá lehet még fókuszálni. Nincs sem annyira meleg. Tábli szállás. Látszódik. Ott a kerefelé falvak. Miért is vannak itt a videók? Tele voltak, hogy is hívják akkal. Lovakkal meg. Kurva nőke! De akkor nem volt ez az út. Nem a vasútnál volt a simpánál van egy út ottan, és akkor ott volt. És lesznek, és voltak. Van, ha nem lenne nagy manipuláltatás, akkor nagy valószínűséggel rengetegen lennének itt ezen a helyen, ilyen vasárnapi reggeli órákban. Jöttek volna, de ez helyett nincsenek. Ez ennek a jele, hogy manipuláltatva vannak teljes mértékben az agyok. Manipuláltatva lenni. Azzal, hogy a videók egyre rövidebbek, nincs nagy értelme, hogy egy adott témát jobban ki kell fejezni. Na, most még egyszer gondolom, hogy már nem emlékeztek, miről volt szó. Az elején arról, hogy mennyire káros ez a tévé nézés, meg más ilyen virtuális, szociális oldalak. Ilyen a tévé. Kicsit a saját példám is van rá. Nem tudnák azt, hogy van ilyen. És mi, hogyha bizonyos korosztályban, ilyen 9-től, inkább ilyen 12 vagy 11, tüdőben kibírnak ilyen hólyagok alakulni. Az a szép a hólyagban, kicsit meg van rántva, be is bírja félreztetni az egész tüdőt. Nagyon jó. Ilyen jó, hogy aztán kellett hogy sivjákolni, kihány a vért, hát, és az eléggé örök, ki tönkretenni könnyedén a szervezetet, de ezzel nagyon sokan nincsenek tisztába, hogy mennyire káros a tévé, az is már egy pár óra hossza,
használ meg 2 vagy 3 vagy 4, hogy nincs nagy haszon benne. És a tévé is ilyen, inkább ilyen oktatási rendszernek következménye lehetett. Ott vannak legesnek, így manipuláltatva az egyének, hogy nézzék a rajzfilmeket, nézzék a sorozatokat, aztán meg így, meg amúgy, és ez normálisnak tűnik. De nem az, abszolút. Mások vannak, máshol is szoktak lenni, lesznek is. És így szokott lenni, ha mindennek van következménye. Nézzünk meg, mit is sok az a tévé. Meg ezek a színek, van ez a Disney. Disney? A Disney-t nézni kell, a Disney-t. El kell menni Disneylandba. Van ilyen károsítók. Jó, menj nekük. Hogy menjen, jó? Hogy itten voltak. A legrémesebb az, hogy én jártam elég is sokat más oktatás elején, meg voltam jó sokat az oktatási rendszerben. Járt mindenhol a vacak ilyen filmek, sorozatok voltak erőltetve. Főleg az általános iskolában volt a legtöbb hatása ennek a gonosz ördögnek a műveiről, hogy meg lehet könnyedén rontani az egyént. Az nem normál felé van a rontás, inkább arra felé, hogy minél többet dolgoz, minél kevesebbet. Az, aki szerint ez a logika helyes, nagy valószínűséggel manipulált, gyenge elméjű. És tudom, én igaztat, amire nem szeretem a gyenge elméjéket. És az a pláne az egészben, hogy a mai szinten, akik vannak ilyen munkás dolgoznak, azokat régebben voltak, régebben még az elmebetegeknek is több eszük volt, itt néki nagyobb IQ szinten voltak, mint a mostani normálisnak szánt egyének, jóval kesebb az IQ szintőjük is, de ők normálisnak érzik magukat. Van, így is lesz az újabb rontások, kicsikét mostan körülnézek. Ittán vannak ilyen régebbi bunkerok. És így lesznek tovább is. Sétálok egy kicsit mostan húzni az időt, mert kijöttem a formából. Legalább régebben 20-25 percen át tudtam ilyen videót a környékkel kamerázgatni. Jobb videó volt, mutat az ekenes kamera. Most még van egy jó, jobb, nem mondom én mi a márkája neki. És mi lehet zoomolni is, optikai. Azt jelenti, hogy nagyon meleg lesz, akkor el kell tennem, ne sütessem szét a lencséjét. Kezd már jócskán meleg lenni. Hamarabb kellett volna kijönnem egy óra rosszával, és akkor több jellegű videók lettek volna. Ilyen kicsi kitérő volt. És most vissza megyek erre a gondolatmenetre, amit mondtam előbb. Azt mondtam, hogy a mostani közmunkásnak, vagy gyárinak kevesebb az IQ szintük, mint akit régebben
álmebetegeknek tituláltak. Értitek, miről van szó? Vagyis szóval, hogy az elmebetegek, akik jó sokat tudnak robotolni, azok lettek normálisabbak, és még ráadásul külön réteget kaptak, amitől védve legyenek. Elmennek kurvázni, hogyha nem fizetnek, az nem gond. Hogyha hozzáértek, már rögtön már gondok vannak. Furcsa a mai 21. század. Nagyon. Kicsikét. Jócskán. Ezek az újabb, büdös szociális rétegeződések. És egyszerűen nem tudják a gyöngébek megkülönböztetni a valóságot, meg a világot. Ezért vannak ilyen filmek, sorozatok. Egyszerűen meg szét tudja szenni, össze tudja mosni az agyukat, és azt hiszik, hogy a valóságban nincs semmi, ne se. Következménye volna lesz is. Hogy mások voltak itten. Kutyák! Hogy mások már nem elkaptak. Nagyon nem jó a kamerának. Már eléggé. Áréba kellene, mert nagyon meleszik. Az akkumulátorja. Lítium még szétolvad a kezembe. Az árnyékba. Van, látszik, hogy folyik a sorrendszer. Van az effekt, látszik, hogy van locsolva. Focsoljanak! És vannak ilyen különböző cégek voltak itt, hatalmi szervek. És el tudták én a 21. században, amit akartak. És az a gond, hogy túl sokan vagytok. És vajon erre itt ez a covidos járvány? És el vannak keveredve mostan. Legyen kis munkások, akik egy helyben állnak, vagy ülnek, aztán meg tévét néznek, épít az agyat is le, jaj, de jó. És nézi a tévét, akkor nagy valószínűsége ikutalan válik, ha túléli, nagy valószínűsége túléli. Ott mi esetén az csak, vagy néztem ilyen formot, kiderült az, hogy 70%-ba véd csak a védőoltás. 70. százalékban, hogy nem fogod elkapni ismét a vírust. Mi a valóságban? Mennyi? Nem lehet tudni. Nem mondom, miért nem. Aki be van oltatva, ugyanis, hogy be van oltva, jó van. Kicsit van, a hőmérséklet nagy gondjai nincsenek. Ezt nem vizsgáltassák újból ki. Nagy százalékban szerintem a 70% nem 70. Véd? Egyáltalán véd, de azért véd annyi lett, mert annyi nem vizsgálhatassá meg. Gyenge elme? Jó, de jó. Én azt hiszik, hogy kapnak valamit, és közben nincs semmi hatás, de kaptak valamit rá, és akkor örülnek neki, és az adja azt hiszi, hogy védbe vannak. Ez ilyen felfogása az egész, hogy az sok közebb van a témához. Így ez van. Hogy azt hiszik, hogy bekapnak valamit, rendben jönnek. Valószínűleg lehet, hogy még
saját szervezet jött rendbe, és nem törődnek azzal, vagy nem is veszik észre, hogy az agyuk folyton le fog épülni. Ez jó mégis, csak jó valakinek. Mondtam, kiknek jó? Bírnak menni robotmunkát, bírnak végezni, és közben aztán bírnak éveszkelni kurvákon, és hogy a kurvákat rosszul bánnak, és még erre is külön védelmet kaptak, amit nem tudok egyszerűen felfogni, mi a fasznak kell a szociális gyári munkásnak külön védelmet adniuk. Elmegy, befogad, és aztán meg visszajött a né, és jön ki rosszabbul ki, vagy most már a 21. században a ferde halomosság divat lett. Hát ferde halomosság régebben is volt egy kicsike, amelyetek a férfiban bennem van a ferde, nem mindegyikben nagyon nehéz, normál szintű felfogást találni, mert rengeteg van, aki nyugodtan nézegeti a másik férfinek a péniszét, hülyeségből, meg is fogja, ez már kis idő században volt, hogy benne van a kicsikét a másik nemhöz való vonzódás jobban, meg a nőkhöz. Valóságban minden más. Így van a tudományba, érkeztem erre a munkeroncsokra, és akkor itt lesz kicsit, itt az árnyékba megyek. Ezt pihentetem a kamerát, meg kicsit jobban bírok gondolkodni. Köszönöm ismét a figyelmeteket!